A gyermekorvos egy 4 éves kisfiút vizsgál, köhögés nátha, de semmi különösebb panasza nem volt a gyereknek. Ez egy egyszerűbb, gyorsabban gyógyuló eset volt, mondta az orvos. Több rendelőben is megnövekedett a beteg szám az elmúlt napokban. Az utóbbi 2 hétben szaporodott a felső légúti megbetegedéseknek az aránya, amely elsősorban rekedtségben, torokfájdalomban jelentkezik, és ez kombinálódik még hányással, hasmenéssel. Ha nincs hosszantartó láz, 3-4 nap alatt elmúlik a vírus okozta betegség. Egyébként járvány még nincs, de az országos influenza regiszter már több mint 6000 betegséget számlált csak ebben a hónapban. Alig 2 hét és az influenza elleni vakcina elérhető lesz. Az idén is 1,3 millió oltóanyagot biztosítanak térítésmentesen az úgynevezett rizikócsoportok számára. De az orvosok ajánlják az oltást a középkorosztálynak is az esetleges súlyos szövődmények miatt. Az idei influenza elleni védőoltás az amerikai kutatók álláspontja szerint hatékonyabb lesz az eddigieknél. Tudni kell mindenkinek, hogy ez nem élő vírus tartalmaz, hanem inaktivált kórokozókat, amelyek nem okoznak betegséget, hanem segítik a szervezet ellenálló képességének a javítását, mint egy doppingolják, hogy több ellenanyag termelődjön a szervezetbe. Az influenza vírus nagyon változékony vírusfajta, képes nagy mértékben megváltoztatni szerkezetét, ezért a szezonális vakcina beadását azoknak is érdemes kérni, akik tavaly vagy az előző években megkapták a védőoltást.